Sziasztok! A mai videóban megmutatom, hogy készültem össze és rendszereztem össze a dolgaimat a 2 hetes amerikai nyaralásunkra. Ismét lehetőségünk adódott Kaliforniában eltölteni 2 hetet. Tavaly már láthattatok erről vlogokat, és szerettétek a pakolós videókat, ezért úgy gondoltam, hogy idén is készítek egy hasonlót. Utazás előtt mindig nagyon fontosnak tartom, még fontosabbnak tartom, mint normál esetben, kitisztítani az ecseteimet és jól átmosni őket. Ehhez mindig meleg vizet szoktam engedni a mosdótába, és most egy ilyen teafaolajos, növényi alapú, folyékony szappant használok az ecsetek tisztítására. Általában 2 körben szoktam végezni a kimosást. Először engedek egy adag vizet, és akkor átmosom őket, utána átöblítem, aztán megint egy adag szappanos vízben átmosom őket, és a legvégén folyóvíz alatt egy kicsit letisztogatom őket, száraz törölközőre kiterítve pedig megszárítom, és így 3 hetente szoktam elvégezni a tisztításukat, mert mostanában nem sminkelek olyan gyakran. A következő dolog a neszeszerek berendezése, illetve megtöltése. Ehhez mindig előzetesen listát szoktam írni, hogy mi az, amit feltétlenül el kell vigyek magammal, és mi az, amit még utazás előtt mindenképpen be kell szereznem. Amit itt láttok, nagyon sok body shopos cucc, általában webshopból szoktam megrendelni, ezért utazás előtt nagyon fontos, hogy tudjuk, mi az, amit be kell szerezni, és számolnunk kell mondjuk egy szállítási idővel, és az érkezés átfutási idejével. Úgyhogy beszereztem a Woman's Secretben néhány új neszeszert, amit mindenképpen terveztem, mert nem voltam túlságosan elégedett a régiekkel, és a Woman's Secretben annyira gyönyörű neszeszerek vannak, hogy tényleg öröm beléjük pakolni. Ráadásul le voltak árazva, úgyhogy ebbe tettem bele a nagyobb kozmetikumokat, illetve a fésümet, és a kisebb kozmetikumokat ebbe a nagyon cuki rózsaszínfehér csíkos Woman's Secret-es neszeszerbe helyeztem bele. Ezt a kis picike marokkói mentás parfümöt viszem magammal, ez az én kaliforniai illatom, ezt a tavaly itt töltött idő alatt szereztem be, és jöhet a harmadik kis neszeszer, amibe pedig a sminkek kerülnek, és először minden sminket, úgy, mint kozmetikumot össze szoktam gyűjteni egy helyre, hogy a szemem előtt legyen minden, és sorra tudjam venni, hogy minden sminkelési lépéshez megvan-e a szükséges hozzávaló, és hogyha igen, akkor mehet is bele a táskába. Sajnos egyébként idén Ádám nem tud velünk eljönni, úgyhogy egy ilyen lányos parti lesz most ez a nyaralás. Anyával megyek, illetve unokatesom feleségével, aki nagyon-nagyon jó barátnőm is, és ő is ilyen organization freak, tehát ilyen rendszerezésmániás, mint én, úgyhogy tényleg öröm vele készülődni az utazásra. És hogyha mindent elhelyeztem a neszeszerekben, akkor még egy adag vattapamacsot is mellé teszek, és ebbe a pici neszeszerbe helyezem el az ecseteket és a sminkeléshez szükséges eszközöket. Nagyon szeretem a nagy tárolóba beletenni a kis tárolót, hogy minél összeszedettebben nézzen ki majd a bőröndben. És most jön a pakolás oroszlán része, amikor is meg kellene próbálni okosan összeválogatni azokat a ruhákat és szetteket, amiket majd a nyaralás során viselni fogok, és már tavaly is büszke voltam magamra, hogy milyen szépen sikerült leválogatnom a ruhákat, amiket szerettem volna magammal vinni, de úgy érzem, hogy ez idén talán még egy kicsit jobban sikerült, mint tavaly.
Ehhez képest továbbra is azt érzem, hogy túl sok ruhát hoztam magammal, na de nem baj, egyébként Kaliforniában olyan 20 és 28 fok közötti időre kell készülni, tehát nem lesz az a határozott kánikula, mint mondjuk otthon. Ezért hosszú farmert, nyári ruhákat, rövidújjukat, hosszújjukat, mindenféle kényelmes viseletet és csinos viseletet is egyaránt pakoltam a bőröndbe. Kerül a bőröndbe természetesen futáshoz, jogázáshoz szükséges ruha, többféle is, sportmelltartó, fehérneműk és a többi, és szeretem ezeket kategóriákra bontva elhelyezni az ágyon. Nagyon fontos számomra az is, hogy a kiegészítők és az ékszerek is szép rendszerezetten foglaljanak helyet a bőrönben, ezért ezeket is először kigyűjtöm külön-külön az ágyikóra, és megpróbálok valami épkézlebb kis táskácskát keresni az apróságoknak, mint például a nyakláncok, karkötők, kisebb hajgumik, hogy ne szóródjanak teljesen szét a bőröndömben. Egyébként a tavalyi videómhoz nagyon hasonló módszerrel pakolok, csak egy kicsit más neszeszereket, táskákat használok hozzá, és kevesebb időre is megyünk. De egyébként több hetes utazásoknál szinte mindegy, hogy 2 hét vagy 3 hét. Látjátok, most is ugyanazt teszem, egy olyan táskába pakolom bele a kisebb darabokat, amiket majd tudok viselni kiegészítőként a nyaralás alatt, mint ez a fekete is. És most jöhet a bőrönd berendezése, ezúttal egy ilyen kis IKEA-ban megvásárolható fehérnemű tartót használok, amit amúgy Verótól kértem kölcsön. Ő is ilyesmibe hajtogatta bele a kisebb, nagyobb ruháit és fehérneműit, és a Comari módszernek megfelelően hajtogatom össze a bugyikat is. Ezek kerülnek ebbe, és nagyon-nagyon szép rendezetten tudnak így helyet foglalni a bőröndben, és a helykihasználás is ezáltal sokkal jobb lesz. Aztán ebbe a szép nagy Woman's Secret-es neszeszerbe hajtogatom bele a kicsit nagyobb melltartóimat, fehérneműimet, a zoknikat szintén belehajtogatom az átlátszó részébe, ide kerülnek például a fürdőruháim is, és így is meg tudom akadályozni azt, hogy teljesen összekeveredjenek majd a bőrönben, és így szép rendszerezetten tudnak elhelyezésre kerülni, ami nekem nagyon fontos. Aztán úgy, ahogy tavaly is, a cipőket, amiket viszek magammal, vászontáskákba fogom elhelyezni. Szerencsére nagyon sok vászontáskám van otthon, és szeretem azt is, ahogy kinéz, mert általában valami jófej szöveg van rajtuk, szóval élvezet bele pakolni, és egy kicsit védelmet is nyújtanak a cipőknek, és higiénikusabb is így. És ezután megpróbálom meg minél jobban kitölteni a teret a neszeszerekkel, aztán a nagyobb ruhadarabokat, mint például a pulcsikat, meg a farmer nadrágokat, egyberuhákat először behajtogatom a bőrönd aljába, és a maradék helyet kitöltögetem azokkal a ruhákkal, amelyek vékonyabb anyagból készülnek, és esetleg csak felsők, vagy csak alsók, pizsamák, így fog majd kialakulni a szépen rendszerezett bőrönd. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de imádok ilyen rendszerezős timelapse-eket nézni, úgyhogy remélem nem bánjátok, hogy ezt most így megmutatom. Ja, és szintén egy vászontáskába kerülnek az elektronikus kütyük is. Itt van egy átalakító, amit nagyon fontos magunkkal vinni Amerikába, mert ugye teljesen más a bemenet, például telefontöltőknél, aztán mindenféle más töltő, meg tripod kerül bele a vlogoláshoz. Nekem a videózás miatt elég sok ilyen kütyüm van. Eszembe jutott, hogy kell még egy papírsepkendő, és ezután végre összecsukhatom a bőröndöt. Thank you.
utazás előtt mindig szeretem letisztítani, makulátlanra takarítani a laptopomat, meg a telefonomat. Amúgy is szeretem ezeket lefertőtleníteni, mert nagyon fontos, hogy tiszta kézzel nyúljunk a bőrünkhöz, és az ilyen kütyükön elég sok minden baci meg tud tapadni. És nagyon fontos, hogy jól bevédjük, főleg repülő útnál. Nem csak az a lényeg, hogy fel legyen töltve, meg tudjunk vele dolgozni út közben, hanem a védelme is rendkívül fontos. És amikor neki akartam elni, letakarítani a telefonomat, pont jött egy hívásom természetesen, de ugyanezt teszem a telefonommal is, mint ahogy a laptopommal tettem. Ja, és pont úgy alakult, hogy lecseréltem a tokomat is erre a szép virágosra. Egyébként utazás előtt mindig szeretem letisztítani a laptopomról a dokumentumokat, és így a telefonomról is letörölni azokat a képeket, amikre nincsen szükségem, és csak a helyet foglalják. Mehet ez is töltőre, a vlogkameremnek az aksiát is felraktam töltőre. És így lesz teljes majd a kütyű háttér. Most pedig jöhet a kézi podgyász összeállítása, amihez egy új társat választottam, mégpedig ezt a Reins hátizsákot, ami egy vízálló vegán hátizsák, és természetesen nagyon fontosak az iratok, nemzetközi jogosítvány, hogyha tudtok vezetni, illetve útlevél, akkor napszemüveg, mindenféle töltők. Én egy arcpermetet, meg egy teafolós arctisztító kendőt is viszek ezúttal magammal, és természetesen snackek az útra, olvasnivaló, minden, ami leköt benneteket, ami megnyugtat benneteket. Amikor már összegyűjtöttem mindent magam mellé, akkor szépen ezt is megpróbálom a legpraktikusabban elhelyezni ebben az egyterű hátizsákban. Hát ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, és hogyha igen, akkor légy szíves, nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és hamarosan jelentkezem.